Letették a fehérgyarmati piac alapkövét. A városban több mint 600 millió forintból költözik méltó körülmények közé a vásártér. Megújult Máté Szalka legrégebbi épülete. A Kossuth téri református templomot 200 millió forint pályázati támogatásban rekonstruálták. 20 milliárd forint, ennyiből fejlődött Nagykálló az elmúlt 30 évben. Több mint 600 millió forintból épül új, modern városi piac Fehérgyarmaton. Ez a Kölcsei Televízió híradója, üdvözlöm Önöket! A több mint 1400 négyzetméter alapterületű, félig nyitott, félig zárt csarnok alapkövét csütörtök délelőtt tették le. A beruházás nem csak a helyi termelőket segíti az értékesítésben, hozzájárul a gazdaság fejlesztéshez és tovább erősíti Fehérgyarmat városi rangját. Egy közel 1500 négyzetméteres, négy nagy üzlethelyiségnek és számos kiszolgáló egységnek helyet biztosító piaccsarnok alapkövét tették le csütörtökön Fehérgyarmaton. A beruházással a város és a térség lakóinak régi álma válik valóra, hangsúlyozta a település polgármestere. Ennek a beruházásnak a célja a helyben előállított termékek piacra jutásának a segítése. Olyan elárusító teret szeretnénk biztosítani a városban élőknek, illetve a térségben élőknek, ahol a portékáikat el tudják adni kulturált körülmények között. Fehérgyarmaton még soha nem volt piaccsarnok, most a körülmények között történt a piaci árusítás, illetve vásárlás, most viszont egy színvonalas piaccsarnokkal kultúráltá tudjuk tenni. A piac megépítése főleg Európai Uniós támogatásból valósul meg. Az építőiparban tapasztalt nagy áremelkedés miatt azonban ez az 500 millió forint nem volt elegendő a beruházás elkezdéséhez. Így csak több mint egy év csúszással és több mint 100 millió forint állami forrás kiegészítéssel tudták elkezdeni a munkálatokat. Fehérgyarmat a térség központja, a Szatmári térség központja. Itt régi igény valósul meg ezzel a beruházással, hiszen a környező vonzás körzetben lévő 50 település szombatonként, itt szombat a piaci nap, szombatonként mindig ide járt be a piacra. És hát ugye szatmári síkság, agyagos kötött talaj, hogyha tél van, vagy hogyha őszi esős idő van, akkor itt dagonyáztak az emberek a sárban. Ez a 21. századi technológia szerint megépülő geotermikus forrást felhasználó az elektromos áram a geotermiához napelemmel biztosított 21. századi épület, szerintem egy 21. századi kiszolgálásra lesz képes majd az ide látogató vásárlók számára. A folyamatos, méltó vásárlási körülmények biztosítása mellett a helyi gazdaság élénkítés és fejlesztés is célja a beruházásnak. A vidéki településeken élők számára ugyanis a piac egy olyan színfolt, amely találkozásokra és közösségépítésre is alkalmas. Ezt már a foglalkoztatás politikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár mondta ünnepi beszédében. Hozzátette, nem csak a piac, mint végtermék, hanem az építkezés folyamata is jelentős a térség számára. Az építőipar egy nagyon jelentős húzóágazat, és most már itt az Önök megyében is és az Önök városában, járásában is láthatóan javultak a foglalkoztatási mutatószámok. Meg kell néznünk, hogy melyek azok a húzóágazatok, és hát teljesen egyértelmű, hogy az építőipar ezek között van. Olyan mértékű növekedés történt, ami már feszegeti a teljesítőképesség határát az építőiparon belül. Olyan mennyiségű megrendelés van ebben a szektorban, amit a vállalkozások alig tudnak teljesíteni. Érthető módon itt azért minden munkáskézre szükség van, és hát ez egy olyan spektrum, ahol a kétkezi segédmunkástól kezdve a mérnökig mindenkinek a munkája számít. A fehérgyarmati piac beruházási munkálatai a tervek szerint 9 hónap múlva befejeződnek, ezt azonban az időjárási körülmények befolyásolhatják. Összesen mintegy 200 millió forintból két hazai pályázati forrásból teljes rekonstrukción esett át Máté Szalka református temploma. A munkálatok mintegy 3 évet vettek igénybe. A református lelkész a hálaadó istentiszteleten úgy fogalmazott, az egyházközség megújulása jó példát mutathat a megyének és az országnak egyaránt. A 13. században épült meg az a műemléktemplom Máté Szalkán, amely a feljegyzések szerint a város legrégebben felhúzott intézménye. A templom mintegy másfél százada nem esett át komolyabb felújításon, így már ráfért a korszerűsítés. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati lehetőségei pedig lehetővé tették a rekonstrukciót. Két kormányzati támogatás keretében
megújult a kossuthtéri református templom, két nyertes beruházás, tehát pályázat, amelyből 200 millió forintos visszanemtérítendő támogatást kaptunk, és az elmúlt három esztendőben Máté Szalka legrégebbi épülete, a 13. századi templom meg tudott újulni. Ez a gyülekezet számára azt jelenti, hogy egyrészt valóra vált egy 15 éve melengetett reménység, hogy ez az épület, amely már tényleg megérett a felújításra, végre megújuljon, és méltó környezetbe fogadhassa hétről hétre a híveket. A munkálatok magukban foglalták a templom udvar parkosítását, ami pedig az épületet illeti, annak teljes homlokzata cserére szorult. Átvették a torony szerkezetét, valamint a templomhajót, új vizes blokkot telepítettek, valamint az épület külső megvilágítása is megtörtént. A régészeti feltárásokat követően a templom belső is jelentősen megváltozott. A helyi lelkész reméli, a Máté Szalkai Református Egyházközség megújulása követendő példa lehet. Minden közösségnek, minden lelki közösségnek, minden gyülekezetnek a lelki erejét is mutatja az, hogy hogy néz ki a temploma, az épülete, és én úgy gondolom, hogy mi most egy jó üzenet tudunk lenni a szűkebb környezetünknek, Máté Szalkának, és egy jó üzenet tudunk lenni Magyarországnak, Európának azzal, hogy építünk, hogy újítunk, hogy lelki hajlékot hozunk rendbe, és mi arra rendezkedünk be, hogy szeretnénk az Isten színe előtt hétről hétre megállni, ott erőt, világosságot meríteni és hazavinni a hétköznapokba, hogy meg is látszódjék rajtunk, hogy mi keresztjének vagyunk. A Máté Szalkai református hívek vasárnap hálaadó Isten tiszteleten vehették először birtokba a felújított kossuthtéri templomot. 20 milliárd forint segítette Nagykáló fejlődését az elmúlt három évtizedben. Mások mellett új városháza és járási hivatal épült, valamint két leszakadó városrészt is megújítottak. Nagykáló a napokban ünnepelte várossá válásának 30. évfordulóját. Nagykáló az újrakezdések városa. Amikor 1867-ben Nyíregyháza megyeszékhely lett, akkor Nagykáló háttérbe szorult, ugyanekkor pedig városi rangját is elvesztette. 1983-ban a járásrendszer megszűnésekor még a járásszékhelyi rangját is elvesztette, majd 1989-ben ismét városi rangot kapott. 2013-ban a járásrendszer újraindításakor korábbi rangját visszaszerezve a nagykálói járás központja lett. Így idén ünnepelte a városi rang 30. évfordulóját. Körülbelül nagyságrendileg a gázberuházás volt az első, iskolát építettünk, iskolákat építettünk, ugye ez általános iskola, szakközépiskola, szakiskola, óvodát építettünk, szennyvízberuházást valósítottunk meg, körülbelül 30 km utat aszfaltoztunk le, így teljes mértékben aszfaltos lett Nagykáló, tehát minden utat aszfaltos, 25 km járdát építettünk, szennyvíztelepet újítottunk fel, ivóvízminőségi javítóprogramot építettünk, körülbelül 10 km csapadékvízrendszert építettünk, ami a város problémás helyéről elvezett a csapadékot. Telek újultak meg, új városháza és járási hivatal épült, két városrehabilitáció is megtörtént, és két szociális városrehabilitáció is megvalósult, ahol két leszakadó városrészt újítottak meg, tette hozzá a polgármester. A város 30 év alatt teljesen átalakult, ez köszönhető annak a 20 milliárd forintos fejlesztésnek, amely a három évtized alatt segítette Nagykáló fejlődését. Nagy István agrárminiszter és Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere közösen ültettek el 16 hársfát csütörtökön délután a megyeszékhely Széna terén. Az önkormányzat tavaly indította el nagyszabású fásítási programját, melynek nyomán már egész fasorokat telepítettek Nyíregyházán. Emellett partnereik voltak a helyi lakosok, akik az Ültess egy fát kezdeményezés keretében zöldíthették a várost, eddig közel 1000 facsemetével. A komplex fejlesztés részeként sorra újulnak meg a zöld felületek is a településen. A városrészek esztétikusabbá tétele mellett a környezetvédelemre való törekvés is fontos szempont, nem csak az önkormányzat, hanem a kormány számára is.
Érzékeljük azt, hogy az éghajlatváltozásnak milyen negatív következményei vannak. Érzékeljük azt is, hogy ez milyen gyorsan változik, és mennyire intenzíven változik. És azért, hogy ezeket a hatásokat mérsékeljük, hogy csökkentsük, ehhez nélkülözhetetlen az, hogy minél több fát ültessünk el. De nem mindegy, hogy milyeneket, hiszen ezeket a fákat a jövőnek ültetjük. 40, 50, 60 év múlva, vagy 100 év múlva, és ezek a fák még lesznek. De akkor döntően más környezetben kell, hogy életképesek maradjanak, és szolgálják mindazt a szerepet, amiért ezt ültetjük. Ezért nélkülözhetetlen a szakembereknek a bevonása. A polgármesterek és önkormányzati képviselők mellett megyei közgyűlési tagokat is választunk vasárnap. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Szocialista Párt megyei elnöke csütörtöki nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Veres János elmondta, a párt három kiemelkedően fontos témát támogatna a következő 5 éves ciklusban. Ezek az úgynevezett topos források átláthatósága, az infrastrukturális fejlesztések támogatása és a mezőgazdasági öntözővízhálózat fejlesztése, valamint a visszaélésekkel szerzett nyugdíjak rendezése. Pontosan tartjuk azt is, hogyha a joggal való visszaéléssel létesített állandó lakcímeket ebben a megyében szüntessék meg. Úgy gondoljuk, hogy ebben komoly vita van, és ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére negatív fényt vető gyakorlatot mielőbb meg kell szüntetni. Meggyőződésünk szerint erre jogállamban lehetősége van a helyi jegyzőknek, és lehetősége van mindazon hatóságoknak, akik eddig ebben a kérdésben nem egyértelműen jártak el. Remélem, hogy a jövőben egyértelműen fognak eljárni. Az elszámoltatás teljes hiányát rótta fel a kormánypárti politikusoknak Kovács Koppány Zoltán, a Mi Hazánk Mozgalom Nyíregyházi Szervezetének elnöke csütörtökön, a párt kossuthéri sajtótájékoztatóján. Úgy fogalmazott, amennyiben nem történnek meg a felelősségre vonások, a korrupció a jövőben is folytatódhat. Kovács Koppány Zoltán hozzátette, pártja nem tud azonosulni a Fidesz nézeteivel, ugyanakkor úgy véli, az ellenzéki összefogás csupán a hatalom megszerzésére összpontosít, a benne szereplők jelentős ideológiai nézetkülönbségei pedig jelentősen hátráltatják az érdemi munkát. Nem tudunk olyan szövetséghez csatlakozni, amely bizonyos pontokban homlokegyenes, ellentétes értékeket képvisel. Ugyanakkor az elmúlt 30 évben az elszámoltatás teljes hiányát sem tudjuk elfogadni, és nem tudunk olyan pártokkal, pártszövetséggel együttműködni, akik ebben az elszámoltatásban súlyos hiányosságokat követtek el. Nagy Sándor a Madách Színház művészének sztorizós estjét láthatták kedden a Bencsvilla nézői. A Fényes Litkéről származó művész mesélt a pályakezdéséről, színházi és filmes munkáiról, és a nézők által kíváncsian várt színházi kulisszatitkokról is. A műsorban számos népszerű dal is felcsendült. Megyénkben sokan ismerik Nagy Sándort, a Madách Színház művészét, hiszen Fényes Litkén született és Kisvárdán járt gimnáziumba. 13 évesen esküvőkön kezdett el zenélni, innen vezetett az útja Toldi Mária musical stúdiójába. Bár korábban orvos, majd lelkész szeretett volna lenni, mégis a Színművészeti Egyetemet választotta, ahol zenés-színész szakon végzett. Az osztálytársai voltak többek között Tompos Kátya és Dolhai Attila is. Meghatározó volt számára a kisvárdai doktorok színtársulat, akikkel ma is szívesen dolgozik együtt. Nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápolok a doktorokkal. Nemrég Tiéd a világot játszottunk, illetve bármilyen produkcióban is, hogyha ráérek, akkor mint résztvevő, hanem akkor meg mint néző vagyok jelen. 2005 és 10 között az Adagio trióval adott számos koncertet, CD-jük platina lemez lett. A közönség nem csak a Madách Színházban láthatja, játszik a Veresegy Színházban és a Játékszínben is. Idei évada nagyon zsúfolt, új bemutatóra a Teljesen idegenek tragikomédia premierjére készül, és két tévésorozatban is forgat.
Az ember azért próbálja ezeket minél őszintébben megfogni, ugye mi kis falunkban azért egy jóval szélsőségesebb karaktert kell, akit nem az eszér szeretünk feltétlenül. Ugye a Szabó Győző által játszott figurának egy ilyen pandantja tulajdonképpen. A jó fiúkban pedig abszolút egy emberi figurát kell játszani, aki nagyon szerelmes egy rendőrnőbe, de hát neki a volt férjével még azért van némi lezáratlanja, úgyhogy én ebbe sajnos belesétálok. Nagy Sándor a Bencs villában a remek hangulatú esten számos színházi sztorit mesélt, szavalt József Attilát és Radnótit, valamint musical és operett részleteket is énekelt. Október 15-én Varó Dániel, költő, műfordító érkezik a Bencs villába, akivel Kovács Dénes beszélget majd gyermek és felnőtt versekről, műfordításokról. Természetesen nem marad ki az estből a költő szaval programblog sem. Két hét pihenőt követően a jövő hét elején már elkezdi a felkészülést Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló a katari világbajnokságon 38 kilométernél kénytelen volt feladni a versenyt. Pokrovenszky József tanítványa márciusban szeretné teljesíteni az olimpiai szintet. A világbajnokság előtt Helebrant Máté azt mondta, élete legjobb felkészülésén van túl, élete legjobb formájában érzi magát, azt viszont nem tudja, szervezete hogyan alkalmazkodik majd a katari kánikulához. Mint kiderült, a nyíregyházi gyalogló hiába edzett nyáron a legmelegebb napszakban, a dohai klímára nem tudott felkészülni. Nem csak ő, mások sem, hiszen az 50 kilométeres gyaloglásnak nekivágó 46 atlétából 18-an feladták a versenyt. Köztük volt az olimpiai bajnok Matej Tóth és a világsúcstartó világbajnoki címvédő Johan Dinic is. Máté a táv 3/4-én dőlt ki a sorból. 38 kilométernél hagytam abba, és 37 kilométernél még semmi bajom nem volt. Igazából ez a kimerülés ez egyik percről a másikra jött, tehát hogy mentem, magamhoz képest elég jó tempóba, próbáltam beosztani az erőmet, és egyszer csak teljesen elsötétült mindent megálltam, és amikor leültem ott teljesen elsötétült minden, akkor jöttek az orvosok, tettek a hordágyra, és kaptam az infúziót, és másfél óráig voltam az orvosi sátorban, utána jöttem helyre, akkor gondolom a vércukor, vérnyomás akkor át helyre. A világbajnokság miatt elhúzódott az atlétikai szezon, ettől függetlenül a jövő évi versenyeket a megszokott időben rendezik, így Máté számára megrövidült az őszi pihenő ideje. Ez nagyon hosszú szezon volt, általában nekünk már augusztus közepén véget ér a verseny szezon, és utána majdnem egy hónapos pihenő szokott lenni. Most mivel október elejéig tartott ez a szezon, ezért most egy nagyon rövid pihenőt kaptam József Bától az edzőmtől, két hetet, amiből egy hét már el is telt, szóval még ez az egy hét van hátra, és jövő héten meg már kezdjük a felkészülést, hiszen márciusban már nekem csúcsformába kellene, hiszen Szlovákiában lesz egy nemzetközi verseny, ahol már az olimpiai szintet szeretném meggyalogolni. Az olimpiai szintidő az 50 kilométeres gyaloglásban 3 óra 50 perc. Ez biztos tokiói indulás jelent, de a világranglista alapján is el lehet jutni Japánba. Helebrant Máté reményei szerint már a dudincei versenyen bebiztosítja az ötkarikás részvételt. Sportparkot adtak át Csengerben, 225 millió forintos állami támogatásból elkészült egy 200 méteres rekordtám futópálya, egy szabadtéri kondipark, valamint felújították a füves labdarúgó pályát. Szamos Tatár falván pedig egy műfüves kispálya készült el szintén állami forrásból. Csengerben az elmúlt években több sportot érintő beruházás fejeződött be, többek között elkészült egy fedett tanúszoda, megnyílt a strand, és műfüves futballpálya is épült. Több sportágat üzhetnek versenyszerűen és tömegsport szinten is a városban élők, akik újabb létesítményeket vehetnek igénybe egy állami forrásból finanszírozott fejlesztésnek köszönhetően. A rekordtám futópálya az nettó 35 millió forintba került, és ez a sportpark pedig itt 13 millió forint. Nyertünk egy 225 millió forint sportfejlesztési támogatást is, amelyből most megépítettünk egy centerpályát, parkolót építettünk, járdát építettünk ezekhez a pályákhoz, és természetesen különböző kiszolgáló helyiségeket. Rengeteg tervünk van még a jövőben, hiszen most pályázunk egy nagyműfüves pályaépítésére, és a Csengeri kollégiumot szeretnénk felújítani, hiszen nagyon sok határon túli magyar van itt nálunk a kollégiumban, akik az utánpótlás nevelésben vesznek részt, közben a Csengeri iskolába, általános iskolába
iskolába és a helyi középiskolában tanulnak. Ezért úgy gondoltuk, hogy minden olyan gyereket, fiatalt, akik sportolni szeretnének itt Csengerbe, Csenger térségében is, nekik adjunk egy olyan lehetőséget, hogy tudják megtenni. Ne kell ezért nekik nagyon sok kilométert utazni az ország több területére, hanem itt Csengerbe is legyen olyan méltó körülmények az ő sportolási tevékenységhez, amelyet itt a 21. században elvárunk. A sportért felelős államtitkár szerint a hasonló beruházások több formában is szolgálják a sportolni vágyók igényeit. A legfontosabb az, hogy az egészségünket meg tudjuk őrizni. Természetesen, hogyha minden gyermek sportol, akkor az utánpótlás is nagyon erős lesz, és hogyha az utánpótlás sikeres, akkor azért a sport is egyenesen arányos, hogy sikereket fognak a legnagyobbjaink elérni, de ehhez ténylegesen meg kell teremteni azt a hátteret minden sportágban, hogy olyan sportlétesítményeink legyenek, ami a múltra nézve is, és a jelen eredményességére is méltó, és a gyermekeink el tudjuk engedni olyan helyekre, ahol biztonságban vannak, ahol szeretnek lenni, hiszen nagyon felgyorsult digitális világban élünk, ahol meg kell tartani a gyerekeket, hogy délutáni foglalkozásokon ott legyenek, és szeressék, amit csinálnak. Csenger mellett Szamostatárfalván is átadtak egy sportlétesítményt. 18 millió 400 ezer forint belügyminisztériumi támogatás mellé 3,5 millió forintot biztosított a település egy műfüves kispálya építéséhez. Híradónk végén lássuk a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Több mint 600 millió forintból épül új modern városi piac Fehérgyarmaton. A több mint 1400 négyzetméter alapterületű, félig nyitott, félig zárt csarnok alapkövét csütörtök délelőtt tették le. A beruházás nem csak a helyi termelőket segíti az értékesítésben, hozzájárul a gazdaságfejlesztéshez és tovább erősíti Fehérgyarmat városi rangját. Összesen mintegy 200 millió forintból, két hazai pályázati forrásból teljes rekonstrukción esett át Máté Szalka legrégebbi épülete, a Kossuth téri református templom, amelyet legutóbb 1880-ban újítottak fel. A munkálatok mintegy 3 évet vettek igénybe, a református lelkész a hálaadó istentiszteleten úgy fogalmazott, a hívek már hosszú ideje várták a templom és annak környezetének megújulását. 20 milliárd forint segítette Nagykálló fejlődését az elmúlt 3 évtizedben. Mások mellett új városháza és járási hivatal épült, terek újultak meg, valamint 2 szociális városrehabilitáció is megvalósult, melynek keretében 2 leszakadó városrészt újítottak meg. Nagykálló a napokban ünnepelte várossá válásának 30. évfordulóját. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 10-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Kezdődő melegfronti hatás miatt jelentkezhet az arra érzékenyeknél fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság. Péntek reggelig fokozatosan kiderül az ég, párás lesz a levegő, éjszaka köd is képződhet. A szél időnként megélénkül, hajnalra 7 fok köré hűl le a levegő. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütés várható. Esni nem fog a szél, ugyanakkor helyenként feltámadhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 fok körül alakul. A hétvégén és a jövő hét elején alapvetően száraz meleg levegő alakítja időjárásunkat. A derült nappalokat követő éjszakákon ugyanakkor több felé képződhet köd, amely még a délelőtti órákban feloszlik. Összességében kellemes őszi időre számíthatunk, ugyanis fagymentesek lesznek az éjszakák, és délután országszerte általában 20 fok felett lesz a hőmérséklet.